A következő kísérletünkben a vízkeménység és a szappan habzása közötti összefüggést fogjuk megvizsgálni. Az első kémcsőbe desztillált vizet teszek. A desztillált vízről tudjuk, hogy kémiailag tiszta víz, semmilyen ionokat nem tartalmaz. A víz diszociációjából származó nagyon kevés hidroxid és oxónium iont. A következő kémcsőbe csapvizet teszünk. A csapvíz oldott ásványi anyagokat tartalmaz, közöttük a víz keménységért felelős kálcium és magnézium ionokat is. A harmadik kémcsőbe pedig kálciumklorid oldatot teszünk. Mind a három kémcsőbe szappan reszeléket szórunk. Majd a kémcsövek tartalmát összerázzuk. Az első esetben azt tapasztaljuk, hogy egészen magas, kemény hab képződött a desztillált vízben. A csapvízben már ennek a habnak a magassága és tartása is egy kicsivel kisebb. Nézzük a kálciumklorid oldatot. Egyáltalán nem tapasztalunk habképződést. A vízben oldott kálcium és magnézium ionok, amelyek felelősek a víz keménységéért, a szappan molekulákkal csapadékot képeznek. Ha nagyon megfigyeljük, akkor egy zavaros oldatot látunk, míg a másik két esetben egy kolloid oldatról van szó, a szappan molekulák feloldódását követően. A keletkezett vízben nem oldható kálcium és magnézium sók miatt már szappan molekula nem található ebben a vízben. Ezért összerázás hatására nem tapasztaltunk habzást.